Yes, we was playing good game today. We was killing penalty because Georgia have a lot of penalties and we was scoring. We have a lot of chances, but we scoring 2-2, I think. If we make this mistake, like lucky shot, you have to keep it, and it's really tough if you 1 minute before over the game, this scoring, we try the best, but Georgia have 3 points, we have zero. Game was tight. The first period we were a little bit behind, but after that we started playing well and we fight as a team really well, I think, today, like last Sunday, and we scored a couple goals and defended the press, so yeah, good points. Actually, I'm surprised. I've been enjoying this time here, and I think everything is going well at the moment. Atmosphere is really good. Of course, I would hope that we get maybe a little bit more. Everyone is free to come here, so we need full house even sometimes, but atmosphere is good. Hát egyébként egy nagyon jó meccs volt, tényleg nagyon pörgős volt az egész. Ugye sok kapura lövés volt, ami kapusoknak jó, hogy kicsit fejlesztjük a statisztikát, de azért megvoltak ugye a hibáim, jöttek is a gólok, tehát nem vagyok túl boldog, de örülök, hogy legalább valamennyire meccsbe tudtam tartani a csapatot. Ez az első erdélyi túrátok, mit vársz tőle? Hát eleve úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk a 3 meccset behúzni, de ez így most sajnos nem fog összejönni, de a maradék 2-t mindenképpen behúzni. Minden jó, a vége jó. Igazándiból nem volt jó abszolút az elején, nagyon nem tetszett az első harmad, amikor lelőttek minket a pályáról, mert annyira kényelmesek voltunk, nem tudom mi, hogy zsinórba sokat nyertünk, és egy kicsit tele a gyomor. Nem voltunk éhesek a D-zone-ban, távolságot hagytunk nekik, nem voltunk bot távolságban, nem voltak az ütők a korongokon, ezáltal nem tudtuk lezárni a különböző méter hosszakat ütközésekkel, és ez egy nagyon képzett és sok jó fürge csatárból álló csapat, folyamatosan jöttek, lőttek, a kapus az tartott minket. Ugye ezt el is mondtuk nekik a szünetben, hogy ez így kevés lesz. És a pálya egész területére ez vonatkozott, hogy nem volt meg benne az a munkavégzés, ami ránk jellemző. A második harmadtól ez gyökeresen megváltozott, és végén egy olyan mérkőzés, ami 3-2. Tehát ez az igazi hoki meccs, mutatja, hogy jól védekeztünk, megspékelve egy jó kapus teljesítménnyel, és ilyen kicsit végén szűkre szapva, de megint nem adtuk föl, és megint mentünk tovább, aztán az Ákos pontot tett a végére. Úgyhogy igazándiból annak ellenére, hogy a második az egy elég kicsit elbóbiskoltunk, a gyenge oldalon ott hagytuk a turkotot, és az megint csak nem tetszett, mert ez túl könnyű gól volt. Tehát jött egy 15-20 méter hosszú keresztpasszot, nem szabadott volna átjönnie, ráadásul nem volt vele senki. Ebből ő élni szokott, de mondom, jó karaktert mutattunk, keményen dolgoztunk, és ez azért fontos a két kapott gól, mert azért komoly potenciál hiányzott ma a csapatból. És így is meglőttük azt a 3 gólt, de ez kellett az, hogy csak ezt a 2-t kapjuk meg, amivel egy ilyen rangadót meg lehet nyerni. Hiányzik a Bodó, a Szilveszter, meg a Szabó Krisztián, ugye Orbi ott volt már csak előnyben, meg a végén, mikor kicsit szűkek lettünk, a Dani kiválása után akkor kapott néhány cserét a végén. Ők egy sor a csapatból, akiknek az a dolguk, hogy potensek legyenek offenzívben, valaki pedig a defenzív részében ügyesebb. Napról napra változik az ő helyzetük. Ugye úgy volt, hogy ma egy se, azért egyet oda gurítottunk föl emberelőnybe, annyit bírt a lába. Nagyon bízom benne, hogy egy 10-12 napon belül mind a 3 srác, és ugye most negyedikén sajnos a Danit is ugye megsérült, őről még abszolút nem tudok semmit mondani, hogy mikor fog játszani. Tehát abban bízom, hogy a 3 a csatár, kanadai magyar csatár egy olyan 10-12 nap múlva 100% közelében lesznek, illetve mondom, a Daniról nem tudok semmit mondani. Hát a Krisztián meg ugye hosszú történt, ezt beszéltük, december-január magassága. Most fognak azok a vizsgálatok nála megtörténni, ami teljes képet fog adni.